A cukorbetegség bekaphatja. Kelj fel és nyomasd! Nehogy már a hasnyálmirigyen mondja meg, hogy mit tehetek meg és mit nem. Csak be kell tartani pár szabályt és megy tovább az élet. Az én hasnyálmirigyem egész évben nyaral. A Langerhans szigeteken. Elég letaglózó élmény az, amikor valakinél cukorbetegséget diagnosztizálnak. Hogy lehet ezt feldolgozni, elfogadni és hogy lehet kialakítani az új életedet? Ebben a videóban elmondom. Hello, szia, szevasztok! Tomi vagyok, egyes típusú cukorbeteg, ez pedig itt az Eszel, Edzel, Jól Leszel vlog, amiben csinálom a műsor cukorbetegségről és az egészséges életmódról. Ott vagyok Facebookon és Instagramon is, úgyhogy kövessetek be és szórjátok a szívecskéket. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy már ennyien vagytok, szorgalmasan követtek, kommenteltek. Egy szívességet szeretnék most kérni tőletek. Mert hogy jelöltek a házipatika egészséghősök pályázatán az influencer kategóriában. Nagyon fontos ez nekem, úgyhogy nagyon megköszönöm, hogyha rám szavaztok, és meg is osztjátok a linket, hogy minél többen tudjanak rám szavazni. Hogyha megnyerem, akkor megígérem, hogy sokkal több rendszeres videóval fogok jelentkezni. A videó leírásába beletettem a linket, amire kattintva tudtok rám szavazni, úgyhogy kattintsatok és osszátok. Köszi! Csapjunk is bele a videóba. Szóval, ha valakinél cukorbetegséget diagnosztizálnak, akkor több állomáson megy keresztül az ember, egészen addig, míg megtanulja elfogadni a betegségét, és valamilyen módon megtanul együtt élni vele. Az első fázis, amikor az ember megtudja azt, hogy cukorbeteg lesz, az a tagadás fázisa. A tagadás fázisában jellemzően az történik, hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni a betegség tényét, biztos hülyék az orvosok, meghamisították az adatokat, idéglenes állapot, a stressz okozta, majd idővel elmúlik, ha picit odafigyelünk magunkra, stb. 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 Fogadjátok el a betegségetek tényét, az, hogy ez van, ezzel foglalkozni kell, és ne próbáljátok el így elodázni, hogy nincsen semmi baj, majd elmúlik. Ez egy komoly dolog. Mikor nálam cukorbetegséget diagnosztizáltak, én is végigmentem ezen az első fázison. Erről mesélek a cukorbetegségem története részekben. Erre a linkre kattintva meg tudjátok nézni ezt a részt. A második fázis a küzdelem a kigyógyulásért. Ebben a fázisban elfogadod azt, hogy baj van, és hogy ezzel a dologgal igenis foglalkozni kell, és valamit tenni kell érte. Jó esetben ilyenkor annyit csinálsz, hogy elkezded bújni a szakirodalmat, legyen az nyomtatót, vagy mondjuk kiolvasod az internetnek minden egyes zugát, és elmész különböző orvosokhoz, hogy megvizsgáltasd magad, és hallj esetleg más véleményeket, ha más orvos tud okosabb dolgokat mondani. Rosszabb esetben, és egyébként teljesen érthető módon elkezdesz mindenféle alternatív gyógymódokat keresni, úgy mint gyógyszerek, kezelések, mindenféle ilyen furcsa tréningek, terápiák, stb. Stb. Ezek a módszerek mind-mind gyógyulással hitegetnek, és nem mondom azt, hogy hülyeség kipróbálni mindent, mert nagyon fontos az, hogy higgy abban, hogy tudsz jobbítani az állapotodon. Ugyanakkor ezeket a kísérletezéseket kizárólag észre, gondolkodva érdemes csinálni, mert rossz esetben bele tudsz futni mindenféle káros dologba, jó esetben csak nem ér semmit az egész. Hogyha kipróbáltál mindent, átestél a kísérletező fázisodon, akkor jön a megnyugvás, az elfogadás ténye, hogy te bizony cukorbeteg vagy. Azt gondolom, hogy ez már egy kevésbé fájdalmas felismerés, hiszen ilyenkor már sok-sok hónap kísérletezésen vagy túl, és az igazán rossz pont az, amikor diagnosztizálnak cukorbetegséggel, mert akkor hirtelen nyakadba kapsz egy ilyen óriási pakkot, amivel hirtelen egyáltalán nem tudsz mit kezdeni. De aztán, ahogy végigmész ezen a kísérletező fázison, lassan-lassan megérik benned az egész dolog, kezdesz hozzászokni, és amikor már elfogadod azt, hogy rendben, cukorbeteg vagyok, nem tudok meggyógyulni, az egy kevésbé nagy trauma. Viszont, hogy lehet ebből jól tovább menni? Mikor elfogadtuk a betegségünket, átcsúszunk a cselekvés fázisába. Három út áll előttünk, hogy fogjuk kezelni a cukorbetegségünket. Az első és legrosszabb út az a beleszarás módszere. Ilyenkor az történik, hogy az ember, ha bár tudja, hogy cukorbeteg, leszarja az egészet és nem foglalkozik vele. Nem változtatja meg az életmódját, ugyanúgy kajál, ahogy előtte, adott esetben rosszul, nem kezd el sportolni, iszik, dohányzik, nem tudom, mindenféle káros dolgot csinál, és egyszerűen úgy él, mintha nem is lenne beteg. Ilyenkor nem mér az ember, ha mér, akkor látható, hogy rosszak a vércukorértékek, rossz a HbA1c, az orvos előtt pironkodunk, de igazából azt is leszarjuk, szépen lassan megyünk bele ebbe a betegségbe, megjelennek a szövődmények, a mindenféle érrendszeri problémák, vakság, levágják a lábadat, és 50 évesen magadra hagyva fogsz meghalni egy kórházi ágyon, szerencsétlen cukorbetegen. Na ezt ne akard magadnak. A második út egy fokkal jobb, mint a beleszarás, ez pedig az önállítás stratégiája. Mindenféle ilyen diétás sütemény recepteket kezdesz el sütögetni, mert hogy neked azért sütikére szükséged van, elkezdesz 160 g-os diétázni, de mondjuk a 160 g-os diétából neked csak annyi ment át, hogy egy nap megedd 160 g szénhidrátot, és a többi más, mint zsír, fehérje, stb. Az tök irreleváns számodra. Na, ha ezen a trekken vagy, akkor nagy eséllyel az önállítás stratégiáját alkalmazod. Annak ellenére, hogy látszatra, vagy legalábbis erőfeszítést teszel azzal kapcsolatban, hogy jó legyél, ha vércukorértékeid mégis ingadoznak, néha magasak, néha leesnek, az esetleges rossz vércukorértékeket nem írod be a vércukornaplódba, vagy mondjuk meghamisítod a vércukornaplódat, hogy az orvosod előtt ne kelljen pironkodnod, de igazából a laborértékek nem hazudnak. Az orvost nem fogod tudni átverni, magadat viszont nagyon jól. De gondolkozz el rajta, mi értelme van annak, hogy átbaszod magadat? Sokkal több erőfeszítést teszel meg, mint hogyha csak beleszarnál a betegségedbe, ugyanúgy megjelennek előbb-utóbb a szövődmények, csak lehet, hogy egy picit később, ugyanúgy vesebeteg leszel, elveszítheted a látásodat, levághatják a végtagodat, és szomorúan cukorbetegen fogsz meghalni egy kórházi ágyon. Na, ezt se akard magadnak. És akkor én milyen megoldást javaslok? Hát azt, hogy juss el az egyensúly állapotába, amikor megtalálod a saját helyes, egészséges életmódodat. Kezdj el egészségesen étkezni, lassú felszívódású szénhidrátokat enni, számolni nem csak a szénhidrátot, de a fehérjét és a zsírt is, ezáltal a teljes kalóriamennyiséget. Kísérletezz ki azt, hogy neked milyen ételek, élelmiszerek működnek, és mik azok, amik nem. Nagyon fontos, hogy kezdj el sportolni, mozogni, mert ilyenkor az inzulinérzékenységed növekszik, és kevesebb inzulinra lesz szükséged, plusz, mivel ugye több kalóriát égetsz a sport miatt, hogyha el vagy hízva, akkor le fogsz fogyni. Meg kell találnod azt, hogy a te cukorbetegséged, vagy a te inzulinrezisztenciád az hogyan működik. Akkor a jutalmad egy stabilan és jól működő szénhidrátanyagcsere lesz, ami megbízhatóan fogja hozni a jó vércukorértékeket. És mondanom sem kell, hogy a jó vércukorértékek vele járulja a jó HbA1c, és ezeken a funkcionális dolgokon túl mi lehet az, ami igazán lelkileg jól esik, hogyha ezt az utat járod? Hát az, hogy megcsináltad. Bebizonyítottad, hogy föl tudsz állni az életedben egy mélypontról, harcolsz, fölveszed a küzdelmet, és nyersz. Jutalmad az lesz, hogy nem egy kórházban fogsz meghalni levágott lábbal, szerencsétlenül, mint a cukorbetegek, sajnos eléggé nagy része, hanem otthon, a szeretteid körében. Ezt akard magadnak. Legyél okos, juss el az egyensúly állapotába, és kezeld okosan a saját cukorbetegségedet. Kérdések, kommentek! Ti mit éltetek át, amikor kiderült a cukorbetegségetek, vagy az inzulinrezisztenciátok? Hogy mentetek végig ezeken a fázisokon, és most éppen ti melyik fázisban vagytok? Írjátok meg kommentben! Ha szeretnél személyre szabott tanácsokat kapni a cukorbetegségeddel vagy az inzulinrezisztenciáddal kapcsolatban, akkor tudok neked segíteni, a részletekért keresd föl a www.eszeledzel.hu-t. Ha bírtad a videót, légy szívből ki egy lájkot, és oszd meg a videót, ahol csak tudod, és ne feledd, mi a mondás, eszel, edzel, jól leszel.